Sziasztok! Remélem, hogy láttok, mert azért elég sötét van, és próbáltam olyan helyet találni, hogy némi fényessen rám, de meg kellett várjam, amíg besötétedik, hogy elvigyünk titeket, és megmutassuk, hogy hogyan és mennyire díszítik fel az amerikaiak a házaikat, mert a boltban láttuk már mi is, hogy mennyi minden kapható ehhez, de hogy ennyire gicses házakat látunk úton, útfélen, azt azért nem gondoltuk volna, úgyhogy most gyorsan kocsiba pattanunk, és nektek is megmutatjuk. És ma van a legeslegidegebb, mióta itt vagyunk, nagyon fázom. Ahogy az előző videóban mutattuk nektek, ugye rengeteg mindent lehet kapni, hogy a házat kívülről feldíszítsük, és itt azt gondolom, hogy megtaláltuk a városunk két legdíszesebb házát és kertjét, én azt gondolom, hogy ők valószínűleg versenyhetnek egymással, mert elképesztő mennyiségű dolog van a kertjét. Még a zene is szól, meg sem tudom számolni, hogy hány világító dísz meg, hóember, félhapó ültegek. És nagyon hideg is van. Képzeljétek el, hogy ezek napközben egyébként úgy néznek ki ezek a felfújható kis bábuk, hogy itt leeresztük őket, és így fekszenek a földön, és amikor hazaérnek és felkapcsolják a világítást, akkor fújják föl őket, és akkor így folyamatosan megtelnek levegővel, és akkor így felemelkednek. Nagyon hideg van ma. Felszállópályás kis repülőgépes Mikulás, milyen aranyos, kis kendis felszállópályával. Nagyon cuki. Sajnálom, de nekem ez tetszik. Nagyon gicses ez már. Csodás. Ezek a pókori izék, de nézd, milyen szépek. Közelítik is. Mindjárt kitisztul, vagy nem. De gyönyörű bokori izék. Bokori idősor. Bokori idősor. Gyönyörű. Azt hiszik, hogy kirabolni készünk házni, de reszkesedik a terepbe. Felmérjük a terepet. Van egy kis kapcsoló, ezzel felmérjük a kódot, tudod, mint abban is az, hogy a fel tudni irányítani, hogy melyik ez mikor kapcsoljon fel. Gyönyörű. Igazából a videó annyira nem adja vissza, mint amilyen szép élőben, de talán nekem az eddigiek közül ezt tetszik a legjobban, mert az egész ház szép égősorokkal fel van díszítve, de mégsem annyira gicses, mint a többi. Tudjátok azt, amit múltkor mutattunk nektek a boltban, hogy lehet
házfalra vetíteni mindenféle színes ábrákat, meg motívumokat, úgyhogy itt is pont ebből látunk ennyit, hogy ez 8 dollár volt még a boltban. Picike jelszól. Jelszólt most látok először. Pedig a lakóparknak a másik portája. Ott van mögött a mosoda is, ahol voltunk már együtt. És mivel itt ugye nincsenek rendes házfelületek, ezért általában a szomszédok ugye teraszt szokták feldíszíteni. Mutatom nektek közelről ezeket a bokordíszítéseket, amik nekünk annyira tetszenek. Ugyanilyen égősor, mint amit a fára szoktunk tenni, csak ugye direkt így tervezték. Nálunk a lakóparkban talán ez a legdíszesebb, ami itt van mögöttem. Hamarosan majd megmutatom nektek, mert itt nem találja a kamera az élességet. Ugye nálunk nincs annyira lehetőség az egész portát feldíszíteni, csak a bokrokat, illetve a teraszt szokták, de szerintem ez a legszebb, és ez még talán az ízlésesek közé sorolható. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok, főleg az elsőhöz, amiben tényleg annyi minden volt, hogyha 10 házon lett volna, és sok lett volna szerintem. Volt egy-kettő, ami ízléses, de nagyon-nagyon érdekel a ti véleményetek, úgyhogy kommentben írjátok meg, hogy melyik az, ami tetszett nektek, ha volt ilyen egyáltalán. Nagyon szupi készülődés nektek is a karácsonyra. Sziasztok! Ez a mi kis lakóparkunknak a legszebb és legdíszesebb terasza és bokra. Erre még azt mondom, hogy ezt én is így vállalnám, mert szerintem ez még nagyon szép.